Hát a 21-kel úgy vagyok, hogy egyszerre szeretem és gyűlölöm. Szeretem, mert egy csomó csodálatos dolog történt velem a 21. században. Szeretem, mert hihetetlenül könnyen hozzáférünk mindenféle információhoz. Szeretem, mert ezeknek a csodálatos kütyüknek köszönhetően könnyűszerre kommunikálhatunk bárkivel, akár videóhívás formájában, akárhol legyenek a világon, szüleinkkel, testvéreinkkel, és ezek a videóhívások az utóbbi időben rendkívül felértékelődtek, mióta ugye másfél, lassan két éve ez a szörnyűség velünk van. Szeretem, mert akár néhány kattintással, ugye a fejlődő technológiának köszönhetően néhány kattintással kinézhetünk magunknak egy utazási célt. Szeretem, mert azt mondják, hogy olyan mértékben fejlődik az orvostudomány, hogy talán többet élhetünk, mint a szüleink, nagyszüleink, felmenőink, ha csak azelőtt el nem pusztítjuk magunkat is. Ez a lényeg, amit szeretnék mondani, hiszen mindezekért, nagyszerű dolgokért, amit felsoroltam, hihetetlen nagy árat fizetünk, hiszen hatalmas mértékben, fel nem fogható mértékben pusztítjuk a környezetünket is, és ártunk a Földnek. Talán itt az ideje, hogy adjunk. Rendkívül sok időt töltünk online. Nem önmagunkkal, nem a szeretteinkkel, nem a környezetünkkel foglalkozunk, hanem inkább magányba burkolózunk. Szörnyű, hogy ugyancsak ezek, amik szintén nagyon sok szép és hasznos dolgot tudnak nyújtani, rengeteg időt elvesznek tőlünk, és rengeteg olyan információt zúdítanak ránk, amik sok-sok rész igazságot tartalmaznak, és ebben a sok-sok igazságban, sok-sok rész igazságban elveszünk, és ettől talán elbizonytalanodunk, és boldogtalanok leszünk. Hát közelgő születésnapom alkalmából azt kívánom magamnak és minden decemberi születésnaposnak, hogy tegyem meg minél tartalmasabb, mélyebb belső utakat, és hát hozzak jó döntéseket.